Ezeket a fagytűrő árvácskákat éppen a múlt héten ültették ki az érseki palota elé, melyek mostanra már a Vatikán színeiben pompáznak az ágyásokban. Ilyen növényeket a város több különböző pontjára is ültet a városgondozása hetekben, hogy szebbé varázsolja a környezetet. Ezekben a hetekben a legfontosabb feladata a városgondozásnak a parkgondozás terén az ugye a nyári virágok kiszedése. Ez megtörtént szeptember-október hónap elején, utána néhány hetet hagytuk pihentetni a földet, és most pedig árváskákkal ültetjük tele, például itt a 60-i kaputeret. Ugye itt a főkertész úr koncepciója alapján nemzeti színben fognak pompázni majd az árváskák, de később fognak még ide tulipánok is kerülni, illetve jácintokat is fogunk még ültetni szerte a városban. 49.002 nyári és 17.000 hagymás növényt, Hollandiából hozott színes tulipánokat és jácintokat ültetnek el. Itt a 60-i kapu téren, október 23-án a magyar zászló színei jelennek meg az ágyásokban, ami egészen tavaszig látható lesz. Az ügyvezető elmondta, ütemterv szerint halad a lehulló falevelek eltakarítása is a városban. Itt nagy hangsúlyt fektetnek a fontosabb közterekre, csomópontokra. Hozzátette, a város gondozásnak egyéb feladata is van. Van egy építő karbantartó brigádunk, akik a parkgondozási csoport mellett dolgoznak. Ő hozzájuk most új feladatokat sikerült hozzárendelni. Tehát az önkormányzat megrendelésére például 2 buszváró pavilon építése zajlik jelenleg. Ez a következő hetekben kihelyezésre is kerül. Egy a Cifrakapu úton, egy pedig a Kistályai úton. Hozzátette, a karácsonyi díszkivilágítások karbantartása zajlik jelenleg. Hamarosan elkezdhetik azok kihelyezését is.